Január, február, megható pillanatok, no nem feltétlen egy-egy esemény miatt, hanem az időjárás miatt. Mondhatni, csúnya szóval, eléggé taknyos ez az időszak, nem tudom, hogy vagy vele, Veronika. Még engem az idén elkerült a nátha, de karácsony előtt vele találkoztam. Igen, voltak azért nehéz pillanatok az elmúlt időszakban. Jó néhány embernek otthon van a 100-as papírzsebkendő, és mindig hozzá nyúlunk. Én megmondom őszintén, én ahogy megveszem a 100-as papírzsebkendőt, az adott megfelelő polcra, szekrényre ledobom azt a bizonyos papírzsebkendő tömeget, és onnan veszem. De az olyan nem túl dekoratív, valljuk meg őszintén, és arra gondoltunk Veronikával, hogy készítünk egy csodaszép, gyönyörű papírzsebkendő tartót, még most így január vége felé. Szerintem jót fogunk megint együtt alkotni, végre! Végre ismét együtt! És Attila után! Nem mintha a fiúk nem lettek volna ügyesek, de már hiányoltalak. Ezt meg kell, hogy mondjam neked. Kolléganőimnek is mondtam, hogy na már remélem, hogy együtt fogunk dolgozni most a papírzsebkendő tartón. Ez egy fekvő papírzsebkendő tartó, tehát több fajtája van. Én ezt szeretem. Én otthon ezt használom praktikusabb, mind a két gyereknek van ilyen az ő kedvenc mintáikkal. Most egy kicsit ilyen semlegesebb mintát fogunk rárakni, de vintage stílusban fogjuk ezt elkészíteni. Ilyen áfonyakék virágokkal díszített risszalvétát fogunk majd rárakni. És előre kivágtam neked már belőle egy pont a tetejére illő darabot. Essünk neki! Az ecsetgyilkosságot most kerüld el, jó? Megnézem biztos, ami biztos, tessék. Oké, tehát akkor alapozzuk, de csak a tetejét, vagy az oldalát mindenhol is? Mindenhol az oldalát is. Na, akkor essünk neki. Széles ecset mozdulatokkal, tudod, ahogy? Mert ki eltanultál? Olyan régen csináltad, hogy már el is felejtetted, hogy hogyan kell. Húzd végig az ecsetet hosszába. Így teljesen? Teljesen. Vegyél, több festéket lehet venni, és akkor húzd végig nyugodtan. Tehát teljesen az egész hosszában húzd végig. Meg is van a lealapozott kis dobozunk, ugye leendő papírzsebkendő tartunk, de mi jön most ezután? Jön rá a country cake az oldalára. Jó? Tehát a country cake-kel légy szíves fest körbe. A tetejére nem, az marad ilyen fehér, és arra figyelj, hogy a szélére ne húzódjon fel a kék. Country tánc közben menjen a név miatt? Ha megy, akkor mehet. Jó, magas labdát dobtam fel. Hogyha tudod, akkor lehet közben táncolni is, hogyha szeretnél. Vízbázisú, nem vízbázis alapú, hogy működik a festék, mennyire használjak vízes ecsetet, száraz ecsetet? Száraz ecsettel festünk, tehát akrilfesték, vízbázisú akrilfesték, ez is, amivel korábban dolgoztunk, száraz ecsettel, hogyha az ecsetet használjuk, amit... Ecsetgyilkosság, nem olyan durva, mint a múltkori, csak ilyen kis finom nőies volt. Próbálom szépen festeni, viszont ott az alapozás az előjön, az nem baj, úgyis csiszoljuk majd viszont minden. Hosszú, széles ecset mozdulatokkal, és akkor szebb lesz a festéssel is. Az egyik kedvenc színem az ez, a másik pedig ez a vintage. Így elég ennyire? Igen, jó. Szerinted? Még ott egy picit fentebb húzhatod. Tehát a tetejét azért nem festjük le, tehát azért mondtam, hogy vigyázz, hogy ne húzd fel a felső részre, mert akkor a részszalvétán alatt csúnyán át fog ütni a kék. A kék, így jó. Így van. Így jó, igen. 4-5 milliméternyi helyet, és most jön a hosszabb rész. Hölgyeim és uraim, doppergést kérek. Készen van a doboz széle, vivelekente szépen egyenletesen. De azért még itt ott megnéztem, hogy hol van, ahol esetleg egy pár ecsetvonás még ráfér, és a tetejére fogjuk most ragasztani majd a risszalvétát, az előre kivágott risszalvétát. Jó, mert ez is széles mozdulatokkal, és ami esetleg egy picit lelógna a szélén, azt nyugodtan kenhetem az oldalára, hiszen mondjuk a country kék festék az nem érte nem ért fel. Látod, ezért mondtam, hogy nem szerencsés a kéket ideig felhúzni, mert akkor az átlátszik már alatta.
És akkor ezt is lépjünk, gondolom. Igen, nem kell, ezt sem kell vastagon, kencét, amit felvettél az ecsetre, kend végig szépen az egész részt, és akkor nem jó, hogyha sok ragasztó megy alá, az sem jó, hogyha kevés, mert akkor felválik a papír. Az sem jó, hogyha túl sok, mert akkor pedig... De mindjárt sírok, Veronika. De jó lesz. Nem fogom tudni megcsinálni. Dehogy is nem. És akkor most egy kis szimplán hajtsam rá, és akkor ott van, kimaradt egy részt. Hát igen, látom. Jó, és akkor mehet rá. Hajtsd rá a tetejét, és kész. Jön a következő fázis, a tetején... Te jó ég, ez után milyen még? Nem olyan biztos. Mikor vágjuk ki ezt a legvégén, majd ráért? Én azt gondolom, hogy a legvégén célszerű, addig haladjunk a többi részet. Én ezt mondtam, hogy ezt picit meg kell mozgatni, hogy ne ragadjon be a festéktől, mert hogy utána akkor nehéz lesz belerakni a zsebkendőt. Igen, tehát csináltuk egy tök szép dobozt, amit funkcióját, semmire nem tudunk használni. Funkcióját akkor nem, most sikerült ezt elérni? Tehát összeragadt, nem, hogy... Nem. Jó, oké. Nem. Akkor megnyugodtunk. Nem, megmozgattam is utána, nem. Na, most jön az érdekes része. Ez a vintage effekt. Most jön ez a tejszerű viaszos valami. És ott, ja, hogy csak ahol... egy ilyen nagyon érintőlegesen. Igen, tehát éppen, hogy ott, csak egy ahol kicsit... vissza szeretném csiszolni, aha, ott egy picit végig fogjuk kenni. Megszáradt a vintage effect réteg, meg kell szállítani, tehát vagy meg kell várni, hogy megszáradjon rendesen, vagy meg kell szállítani, és utána tudjuk a következő réteget felkenni. Tessék, Vivi, a tiéd lesz. Ez pedig egy feladat, tört fehér. Ami már egyszerűbb. Festeni kell. Most már teljesen tökéletesre száradt, tehát a minden oldala él, és akkor lehet csiszolni. A csiszolásnál széles mozdulatokkal visszahúzzuk a felső. Na de mennyire, mert ugye most két fehér réteg rákerült. Attól függ, miért szeretnél. Aha. Hogyha egy picit visszafogottabbat, akkor nem fogod visszacsiszolni nagyon. Hogyha szeretnék, hogy jó, jobban látszódjon a kék, akkor látod, egy picit erősebben rányomod, és akkor visszahúzod. Ez a Cola Spray, ez egy szilikon alapú spray, és ilyen ragacsos lesz a stencilünk tőle. Ennek az a lényege, hogy rá rögzíti a stencilezendő felületre, és nem folyik alá a festék. Vagy papíron, vagy a kupak tetején a festéknek a nagy részét leütögetjük, és aztán elkezdjük ugyanezzel az ütögető mozdulattal a stencilünket is leütögetni. Reméljük, a kis kamera így mozog közben. Hát ezt kipróbálhatom. Tessék, ez annyira izginek tűnik. Még van négy oldala. Ne vegyél fel többet. Mi? Ez ennyi? Rajta. Kész? Na. Na, mert én közben húzom is, de húzhatod akkor inkább is. Csak nem baj, hogyha húzod, jó. Úgy is lehet. Na, és akkor így... Nézzük meg óvatosan fel. Emeljük és nézzük. Lényegében kész van a papír zsebkendő dobozunk, vagy papír... Zsebkendő tartunk. Bocsánat. Na és majd drágni fogsz. Lényegében elkészült a papír zsebkendő tartónk. A közepét lényegében szikivel, és a széleit is lesimogattuk ezzel a ragasztóval. Bent. Annyit érdemes még tenni a végén, amikor már kész van a stencilezés, hogy lelakkozzuk. Én ezt egy matlakkal lakkoztuk le, tehát egy mattal. Én azt gondolom, hogy ez illik a legjobban ehhez a
felülethez, vagy ehhez a részhez, és akkor innentől kezdve lehet papírzsebkendőket használni. Remélem, hogy tetszett önöknek is ez a mostani kreatív műhelyes rész. Ne feledjék, a következő az már február elején lesz látható, akkor már a Valentin napra hangolódunk. Szívecskék bőségesen lesznek, úgyhogy várjuk önöket akkor is Veronikával.